Nézzétek meg, ez a második nyara ennek a káki szilvafámnak. Ezt az egy pici ágat néztem meg, ezt, ezen 27 bekötött termés van. Ilyen ágból van körülbelül 20 darab rajta, 20 most vagy 22, nem tudom. Tehát ha ezt beszorzom, a 27x20-at, az minimum 500 termés. Hogyha a tavalyi egy érett termés után csak egy olyan 25-30 beérett termésem lesz, akkor madarat lehet majd fogadni velem. Tavaly 50 bekötött termésből egy lett, a többi lehullott, ugye hát azt tudjuk, hogy a káki szilva, ha túl sok a víz, akkor is hullatja a termést, ha túl kevés, akkor is, ha túl hektikus, akkor is. Hát szóval ez nagyon nem egyszerű, de hát érdemes vele foglalkozni, mert nagyon későn virágzik. Tehát ez még látszik, és hosszan is, még látszik, hogy már van teljesen szépen növő kis szilva, és ami épp hogy elhervadt virág. Hosszú hetekig virágzik, tehát ha még jön egy késői fagy, még akkor is van esély arra, hogy legyen rajta termés. Nos, hát ez a célunk, hogy próbáljunk olyan növényeket, fákat, évelőket ültetni, amikkel ki tudjuk egy kicsit húzni, vagy egyenlíteni ezt az idei időjárást. Nem az idei, ezt amivé vált a mi időjárásunk. A korai februári melegedés kihajt minden, majd április-májusban jön a fagy, és lefagy minden. Ezért már nagyon nehéz barackot termelni, bár azért az idén sok helyen nagyon jó termés lesz. De ezek azok a fák, amik biztos termést ígérhetnek. Nos, egy ilyen a káki, de egyébként van egy csomó lehetőségünk, amivel kísérletezhetünk, és bővíthetjük a termés kínálatunkat. A másik ilyen neuralgikus pontunk a barackon kívül ugye az a dió. Hát, hogyha a nagyanyám visszajönne, és elmondanám neki, hogy a dió termésünk évek óta nincs, mert a dióburokfúró légy ezt megakadályozza, tönkreteszi a diónkat, el se hinné, soha nem is kellett permetezni a diófákat, mert biztos termést adtak. Hát ez már nincs most már hosszú évek óta, nagyon nehéz diót termeszteni, és nagyon komolyan mérgeznünk kell a növényt, a fát ahhoz, hogy valamennyi termésünk legyen, nem beszélve arról, hogy ki kell lesnünk, hogy mikor rajzik a dióburoklét, tehát nagyon-nagyon nehéz munka. Viszont van egy alternatívánk, ez pedig a pekándió. Érdemes mindenkinek pekándiófát ültetni, mínusz 40 fokig bírja, jelenleg még nincs itt nálunk kártevője egyáltalán, ugye egy nagyon vastag, nagyon kemény burka van, az íze nagyon hasonlít a dióéra, nagyon egészséges. Arra számítani kell, hogy sokkal nagyobb fa lesz belőle, mint egy diófából, pedig azok se kicsik. Szépen növő, sok vizet szerez, főleg az elején azért öntözni kell. Én idén tavasszal ültettem 2-t, és ekkora hajtásai vannak, szóval tényleg nem kényes fa. Az elején kell jól öntözni, és aztán, amikor már nagyon mélyen vannak a gyökerei, akkor ezt ő már megoldja. Viszont nem károsítja a dióburoklégy, és egyéb károsítói sincsenek. Hogyha egy oltott pekándiófát veszünk, tehát nem magoncot, hanem egy oltványt, erre kell csak figyelni, akkor 5 év múlva már termést hoz. Tehát viszonylag gyorsan termőre fordul, és hihetetlen mennyiségű termést tud hozni. Én kísérleteztem azzal is, hogy pisztáciát ültettem. 4 pisztáciafát ültettem. Először azt gondoltam, amikor megjött, hogy hát ebből semmi nem látsz, mert szabad gyökérrel jött, és az egész csont száraznak tűnt. Ennek ellenére mind a 4 fám szépen kihajtott, és ez is viszonylag gyorsan termőre fordul. Itt viszont arra figyeljetek, hogy párokban kell venni a pisztáciát, 2 különböző fajtát kell ültetni, meg keresztporzós, úgyhogy ennek nézzetek utána, vagy olyan kertészetet választhatok, ahol látjátok, hogy értenek hozzá. Tehát ez a pisztácia titka, az is viszonylag jól bírja a fagyot, az első pár évben kell jól takarni, és utána már nincs fele olyan nagy gond. Akkor a mini kiwi, nem csak a kiwi, ugye gyönyörű kivilugasok vannak szerte az országban, de lehet mini kivit is ültetni, ami ugye ilyen pici szőlőszem-szerű termést hoz, nem szőrös,
és csak így lehet enni isteni finom. Van egy, lehet, hogy már több is, de van egy nagyon kedves mini kiwi termesztő Magyarországon, akitől kaptam egyszer kóstolót, és ezzel sikerült egy életre megszerettetni velem a mini kivit. Fantasztikusan finom, tele van vitaminnal, ásványi anyaggal, nagyon egészséges. Ott arra kell figyelni, hogy föl kell futtatni egy lugasra, addig egy száron vinni, és amikor majd vízszintesen vannak már az ágai a lugason, akkor fog virágozni és termést hozni, de ugyanúgy, mint a kivit, öntözni kell, szereti a vizet. Ugye már évekkel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt is ültettem 5 indián banánt, az is nagyon-nagyon bírja a fagyot, bármilyen talajban megterem, ott arra kell figyelnünk, hogy nem lehet ott sem egy fát ültetni, mert az is egymást porozzák be, sőt segíteni is kell, amikor kivirágzott a borzást, át kell vinni egyikről a másikra a virágport, tehát ennek segítenünk is kell. Az nagyon fontos, hogy az első 5 évben ne legyen nagyon kitéve a tűző napnak, de utána meg szereti a napot, tehát lehet, hogy valami mesterséges árnyékolása jó. Nekem van most 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 indián banán fám. Nagyon lassan indul el, ne keseredjetek el, 5-6 év után berobban, és akkor hirtelen jól érzi már magát. De nem fagytak el a nagy hosszú telekben semmikor, itt azért vannak mínusz 18 fokok is, tehát túlélte a nagy fagyokat is. Tehát azért van bőven lehetőségünk. Azt nem mondom, hogy kísérletezzetek, hát talán a délebbi területeken kísérletezhettek, ugye ott a Csongrád, Bács-Kiskun déli részén, ott melegebb az időjárás, a japán naspolyával. Az örökzöld, gyönyörű díszítő növény, és tele van sárga kis termésekkel, amik nagyon finomak. Én is ültettem 2-t, 3-szor rágták vissza a csigák, meg is fagyott, szóval meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami. Erről még nem beszélek, de érdemes a melegebb részeken az Alföldön azzal is próbálkozni. Úgyhogy minél több mindent próbáljatok ki, hozzatok be. Ugye a málna egyre kevesebb helyen terem meg a kevés csapadék és a nagy forróság miatt, úgyhogy ezekkel lehet pótolni azokat, amelyeknek már a termése veszélybe van. Hajrá kísérletezéshez! Borbás Marcsi minden könyve a www.egypontshop.hu oldalról rendelhető.